Sziasztok, én Lippi vagyok, ez a Freestyle Foci Trikipédia, és ebben a videóban a crossover nevezetű trükköt fogjuk újra megtanulni lényegében, ugyanis ez egy nem annyira nézett videó, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy jól megtanuljátok ezt. A crossover a Freestyle Foci egyik alapja, és nagyjából úgy néz ki, hogy felrugod a labdát az egyik lábaddal, alá teszed a másikat, és egy ugrásszerű mozdulattal egy lábbal bele rúgsz a labdába, miközben a másikkal megkerülöd. Ezt a trükköt a legegyszerűbb megtanulni, először is magabiztosan kell, hogy tudjál dekázni legalább az egyik lábaddal. A második lépés az, hogy felrugod a labdát egy kicsivel magasabbra, mikor dekázol. A harmadik lépés az, hogy egy lábbal bele kell rugnod a labdába, miközben az esik lefelé, de úgy, hogy egy lábas ugrás kell, hogy legyen, tehát felhúzod a másik lábadat, amelyikkel lényegében nem fogsz belerúgni a labdába, ez amúgy kényelem szerint kijön, hogy melyiket választod, és fogod és belerúgsz egyet a labdába. Ezt a legegyszerűbb úgy gyakorolni, hogy megfogod a labdát, alá teszed az erősebbik lábadat értelemszerűen, vagy a gyengébbiket, amelyikkel jobban esik a trükk. Miután alá tetted a lábadat, elemelkedsz a másik lábaddal a földtől, és úgy ejted le a labdát a földre, hogy rögtön egy lábbal vissza tudjad azt rúgni. A következő lépés pedig csak annyi, hogy az a láb, amelyiket lényegében felhúzva tartottad az egylábas ugrás során, megkerüld a labdát befele. Ha ez megvan, akkor lényegében tudod a crossover nevezetű trükköt. Viszont ez nem ilyen egyszerű, és nem szokott általában elsőre sikerülni, úgyhogy itt van egy tuti tipp, amivel biztos, hogy meg tudod tanulni. A tipp pedig a következő. Megfogod a labdát a kezedbe, ugyanúgy ne két kézzel fogd meg, mindig csak egy kézzel, úgyhogy alatta legyen a kezed. Leejted a földre a labdát, megvárod, míg egyet pattan, és az előző mozdulatot lényegében megismételed úgy, hogy amikor lepattan a labda és elindul felfele, akkor fogsz egyet belerúgni. És így már nem fogsz nagyon félni, meg fogod tudni csinálni a mozgást, mert amúgy egy eléggé esélybiztos trükkről van szó. Én Lippi voltam, ez a Freestyle Foci Trikipédia volt, köszi, hogy megnézted ezt a videót is, remélem hasznos volt, és meg fogjátok tudni tanulni ezt a trükköt is, ami szerintem nem olyan nagyon nehéz. Találkozunk legközelebb is, kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon, sziasztok!